Az elmúlt idei karácsonykor a dolgok egyre mozgalmasabbá váltak. El kellett kezdenem az ajándékvásárlást a családnak. Végeztem a beszerzésükkel, de még a kis unokatestvéremnek kellett vennem valamit. Nem olyan nehéz neki ajándékot választani, mivel csak 4 éves. Szereti a pápamalac és az én kicsi pónimhoz hasonló dolgokat. Nagyon szerette, ismétlem, szerette valamilyen okból a Max és Rubit. Szóval, amikor úgy döntöttem, hogy nézek neki ajándékot, kitaláltam, hogy valamilyen Max és Ruby DVD tökéletes ajándék lenne, ugyanis napi szinten nézte. Habár karácsonykor a legtöbb online vásárolható DVD-t eladják. Megnézegettem az eBay-en is, de rájöttem, hogy nem bízhatok benne, nem tudhatom, hogy milyen állapotban lennének a DVD-k. Egy pillanatra elbizonytalanodtam, amíg meg nem érkezett az a csomag. Otthon voltam. Még mindig egy nyomvat DVD után kutattam, míg nem hallottam, hogy a postaládámba dobtak valamit. Kivettem, mielőtt a kutyám szednék ki, és belenéztem a csomagba. Eléggé rosszul volt becsomagolva, zsírfoltok voltak rajta. Természetesen, mint ahogy bárki is tenné, kinyitottam a küldeményt, de nem tudom megmagyarázni, mi volt az, ami benne volt. Egy Max és Ruby DVD volt, de az interneten nem láttam ehhez foghatót. Olyan volt, mintha egy kisgyerek rajzolta volna meg a borítót egy filccel. A címe csak ennyi. Max és Ruby. Egy Max és Rubyról készült béna rajzal illusztrálva. Nem volt rajta név vagy bármi egyéb, csak a hátulján a 4 epizód neve egyszerű címekkel. Epizód 0001, epizód 0002, epizód 0003 és epizód 0004. Lejátszottam a DVD-t és meglepődtem, mert a részeknek nagyon jó volt a képminősége és úgy látszott nem is hibás. Mintha egy rendes DVD lenne egy saját készítésű borítóval. Azt hittem, hogy csak az epizód kiválasztó képernyő furcsa. A részeknek nem volt címük, mindegyiket csak Max és Ruby egyének nevezték. Csak a szám változott, amint lejjebb mentél a listán. A kiválasztó képernyő simán csak fehér volt, az epizódlista szövegét fekete betűkkel írták, és semmi más nem volt. Elhatároztam, hogy kicserélem a borítót valami szebbre. Mondjuk kinyomtatok egy DVD borítót, amit Google-on találok, és ráírom az epizódokat, így rendesen lesznek megcímkézve. Úgy hagytam az epizódlista képernyőjét, mert az magáért beszél. Eltelt a karácsony, és minden jól ment. Odaadtam az unokatestvéremnek a DVD-t, és nagyon örült neki, de csak azért, mert még meg se nézte. Karácsony másnapján a család elment vacsorázni. S engem bíztak meg azzal, hogy vigyázzak az unokatestvéremre. Úgy véltem, hogy ez egy remek alkalom, hogy betegyem neki a DVD-t. Behéztem a DVD-t és lejátszottam, miatt a konyhában voltam és vacsorázgattam. Annyit hallottam belőle, hogy már megnézte 1-3-ig a részeket. Már majdnem megettem a tésztát, amikor hirtelen meghallottam az unokatestvérem sikolyát a másik szobából. Mindent eldobva rohantam a nappaliba, és láttam, hogy az unokatestvérem a padlón összekuporodva sikít. Ránéztem a tévére, és a szívem a torkomban dobogott. Az a pillanat volt a legfélelmetesebb dolog, amit valaha láttam. Max és Ruby egymás mellett álltak teljes sötétségben. De ami olyan félelmetessé tette, az az arcuk hiánya volt. Nem volt orruk, se szájuk, se szemük. Helyette nagy fekete lyukak voltak. A szín undorító vérvörös volt, és a háttér statikussá változott. A zene helyett a Max és Ruby főcím zenéje ment visszafelé, statikus hanggal keveredve. Ez volt a legijesztőbb dolog, amit valaha láttam, és legalább 20 másodpercig volt a képernyő, miatt elsötétült, és a DVD kikapcsolódott. Ami nagyon furcsa volt, mert a
DVD lejátszók maguktól nem kapcsolnak ki. Meg tudtam nyugtatni az unokatestvéremet, mondva neki, hogy ez nem történt meg, és csak egy rémálom volt. Mihelyest elaludt a tévé előtt, bár én tudtam, hogy ez nagyon is megtörtént. A szüleim felhívtak, és mondták, hogy későn jönnek haza. Tehát ez volt a legjobb alkalom, hogy vessek még egy pillantást a DVD-re. Nem mondtam el nekik, ahogy letették a telefont. Rögös megragadtam a DVD-t, és lejátszottam a laptopomon. Amint betöltötte, észrevettem, hogy az epizód 0004 nyugodj békében anyu és apura változott, amitől kirázott a hideg. Mivel az unokatestvérem aludt, felvettem a fülhallgatót, szóval én nyugodtan aludhat bármilyen zaj hallása nélkül. Egy Max és Ruby epizód általában három kis történetből áll, de ez a rész csak egyből állt. Egyébként elég vidáman indult. Max és Ruby fogócskáztak a kertben, a szüleik meg a verandáról nézték őket. Aztán valami megváltozott. A hang visszafelé játszódott. A szüleik szomorúak voltak. A film szentséssé vált, és minden másodperc elteltével egyre rosszabb lett. Az anyát és az apát mutatták. Az apa nagy fájdalommal beszélt. Micsoda szégyen, sóhajtotta. Utána megszakította egy statikus hang és egy hangos sikoly, mivel amiket két ember fuldokló hangja követett, mi alatt az anya és az apa egymással motyogtak a háttérben, de lehetetlen volt megérteni őket. A hang nagyon élethű volt, majdnem fizikailag is rosszul lettem. Aztán a képernyő fehérre vált. A másodperc ezred része alatt, és ezt követően Max és Robit mutatták, ahogy egy sírkőszerűség felett állnak. Nyugodj békében, anyu és apu, feliratta belépésve. Nem volt arcuk. Ennél a jelenetnél nem volt hang. Statikusság szakította meg. Ezt a képet körülbelül másfél percig mutatták, mielőtt feketévé vált. Ezután megint megváltozott a jelenet. Max és Ruby szobájában ültek, miközben egy érthetetlen suttogás egyre csak hangosabb lett. Mindketten folyamatosan zokogtak, miatt egy gyilkosságról szóló videórészletet játszottak be visszafelé. Az apa kiúzta a kést a nyakából, felvette egy véres fejszét és szétszabdalta az anya holttestét, mielőtt visszatért volna az életbe, aztán felment az emeletre. Ennél a résznél a suttogás hangosabb lett, ám de a suttogó hangok többsége elcsendesült. Majd végül csak egy hang hallatszódott. Egy dühös nő hangja volt, aki sikított. Dögölj meg a pokolban! Teljesen megrémültem. A jelenet a legundorítóbb és legszomorúbb dologgá vált, amit én valaha is láttam. Max a szobájában ült. Egy széken át egy akasztókötéllel, ami a plafonról lúgott le. A nyaka köré tekerte. A jelenet elhalványult, és a statikus hangja egyre hangosabb lett. Majdnem folyamatosan szólt, majd Rubit mutatták, ahogy az öccse felé sétál. Rubi felsikított. Az arcát mutatták, mihelyest a szék koppanó hangja, és ugyanaz a fuldoklás hallatszódott. A képet Ruby arcáról egy jó 5 percig mutatták. Ekkor a személy ugyanolyan üres lyukak voltak. Utána Ruby elkezdett sírni, és mint azelőtt most sem voltak arcvonásai. A statikus hang elhalkult, a sírásáknak a hangja viszont felerősödött. A kép elfeketedett egy hangos statikus hanggal. Amikor visszajött a kép, Ruby egyedül állt a kertben két sírkő mellett. Az egyiken a nyugodj békében a anyu és apu volt, a másikon pedig a nyugodj békében testvér felirat állt. Majd a kamera felé fordult a villogó kék pupillával, és hozzám beszélt. Nos, bárki, aki ezt nézi, az azért teszi, mert még sohasem látta az én és az öcsém epizódjait. Szóval egy napon még te
meg fogod ezt bánni. Ezután elhalványult a kép. Rosszul éreztem magam, és a hideg is kirázott. Úgy látszott, legalább véget ért ez az epizód. Max és Ruby főcímzenéje játszódott lassan visszafelé. Kiszerettem volna venni a DVD-t, mikor hirtelen egy kép jelent meg, ugyanaz, ami a TV-ben is volt. Volt egy felirat is a két nyuszi felett. A halál az egyetlen felszabadítónk. Nem volt stáblista vagy bármi más. Egy pár másodpercig mutatták, miután a laptopon végül kiadta a DVD-t. Ott ültem és gondolkodtam, hogy mi történt. Félelmemben egy ostoba döntést hoztam, és összetörtem a DVD-t, amennyire csak tudtam, mielőtt elmentem. A csatornába dobtam a darabokat. Szerencsére készítettem néhány képet, és lementettem a laptopomon. A következő néhány nap gyorsan eltelt. Szerencsére semmi szokatlan nem történt. Voltak rémálmaim viszont a DVD-ről, de szerencsére csak ennyi volt az egész. Az unokatestvérem hazajött a család többi tagjával egyszer. Késő este volt, a szüleim elmentek vacsorázni, és egyedül hagytak tévét nézni. Hallottam, hogy valaki becsúsztatott egy levelet az ajtó alatt. Ekkor már rég elfelejtettem a DVD-t, mivel senkinek sem meséltem róla. Habár mindenre kezdtem emlékezni, amint lenéztem az előttem levő levélre. Ügyetlenül hajtották össze, és ez állt benne. A halál az egyetlen felszabadítunk.